sok versében foglalkozott magával, a szózattal is, és több helyen tesz utalást a szózatra. Egyik leghíresebb talán a Magányban, vagy van az a furcsa karcos játékos verse, a Hasadnak rendületlenül című verse, ami hát egy nagyon gúnyos, hazaszerető vers. Számomra olyan-olyan nehézséget jelent ma, mint bárkinek értelmezni a szót, mert valahogy nem tartozik hozzá a mindennapjainkhoz, se a hűség, se a rendületlenség, se a hazaszeretet fogalma, de engem mindig is vonzott. Én tulajdonképpen azért lettem színész, mert a kőszívű ember fiait láttam színpadon annak idején, és azokban ilyen kérdésekkel foglalkoztak. És mit haza, becsület, család, Arany Jánosnál is ezek központi témák, és úgy érzem, hogy a mai napig is fontosak ezek a témák, és nem beszélünk róla eleget. Ha nem telik el egy nap, amikor nem olvastam verset, akkor valahogy olyan sekélyes az életem. Szeretem nagyon a költőket, mert sokat adnak hozzá az életemhez. Olyasmiket fogalmaznak meg, amiket én nem tudok, olyasmiket pontosítanak, olyasmikre hívják fel a figyelmemet, sűrítve van benne minden. Például így megfogalmazni mondjuk azt, hogy egy színésznek mi lehet az élete célja, vagy a művészetének a központjában mi állhat, mint Adi nekem a Jóság síróvágya című versében, hogy még az álmokat se hazudni, mégis véghitet adni másnak. Tehát ezt én biztos nem tudtam volna így megfogalmazni, mint ahogy nekem Adi a Biblia, Arany Jánost is nagyon-nagyon szeretem, de Adit szinte minden nap olvasok. Élete utolsó éveiben megismerhettem David Sándort, aki a Bartók, a világhírű Bartók vonos négyes egyik alapító tagja volt, és egy nagyszerű hegedűművész, és ezek szerint számára is nagyon sokat jelenthetett Arany János, egyébként rendkívüli műveltségű tanár és professzor is volt, mert egyszer csak ezt az ajándékot kaptam tőle, ez egy akadémiai, pénztári kifizető bizonylat, amin Arany János aláírása látható 1872-ből, tehát Arany halála előtt 10 évvel írhatta alá ezt a kis kifizető nyugtát. Az ő édesapja 1956-ban találta meg a Tudományos Akadémia előtt, ahol is egy hatalmas iratkupacot égettek éppen el, és hevert az utcán egy csomó minden, és belemarkolt, és köztük volt ez az irat. És ezt tőle kaptam, és nagyon nagy becsben tartom otthon a nappalim falán. És nagyon boldog vagyok, amikor arany, gyönyörű, cikornyás, nagyon szép, nagyon harmonikus aláírását meglátom, akkor mindig egy kicsit intő példa számomra is, hogy ne kapkodjak, hogy lehet ilyen gyönyörűen is jelet hagyni magunk után. Verssel munka van, hogy dolog van vele, és nem adja könnyen magát, meg kell fejteni az utalásait. Például egy visszatérő példám Arany Jánosnál bukkan éppen elő, hogy mindig felteszem azt a kérdést a kezdő versmondóimnak, hogy ha vers elemzésről van szó, hogy mit jelent például az a sor, hogy felült Lackó a béresek nyakára. És akkor ez egy ilyen kedvenc példa, mert a legkülönbözőbb megfejtések jönnek rá, holott olyan egyszerű, csak egy kicsit bele kell gondolni, de nagyon izgalmas. Tehát olyan, mint egy krimi, meg kell fejteni ezeket a gyönyörű képeket. Munka van bele, a katarzis az is munka, például a színházban a katarzis. Ma azért olyan a színház, mert az emberek kevéssé hajlamosak a katarzisra, és ezért nem szeretnek bele munkát fektetni a megértésébe, a gondolkodásba, és jobban szeretik a sekélyesebb dolgokat. És engem megizgat, hogy megfejteni egy számomra ismeretlen sort vagy utalást. Persze nem is mindig kell megfejteni mindent mondjuk egy versnél. Elég, ha megérzi valaki a hangulatát egy-egy versnek, vagy orrba vágja egy furcsa, különös hangulat, és már hatással van rá. Én nagyon szeretem a verseket.